Jó estét kívánok mindenkinek, én Redline vagyok, ez pedig itt a Mennyitésér egy 2011-es csúcsvégé a sorozat 10. része, amiben a Forma 1 2015-öt szeretném nektek letesztelni, hogy hogyan is fut a jelenlegi két konfigurációban. Még mielőtt teszteltem volna a játékot, olvastam, hogy nem támogatja a több videókártyás rendszereket, éppen ezért is szerettem volna nektek letesztelni, hogy mégis ez alatt konkrétan mit értettek, ugyanis többféle változata lehet ennek a dolognak, ugyanis lehet, hogy a második videókártya kevesebb FPS jelent, lehet, hogy az FPS érték nem változik, illetve lehet, hogy valamennyi FPS növekedés ugyan lesz, viszont egyáltalán nem annyi, mint amennyit várna az ember. Tehát akkor nem is húznám tovább az időt, az új nézőimnek mondanám a jelenlegi két konfiguráció maratait. Tehát a kisebb gépem tartalmaz egy HD 6972 GB-os videókártyát, egy i5 2320 processzort 3 GHz-en, illetve 8 GB RAM-ot. A nagyobb konfigurációm tartalmaz két darab Radeon R9 294 GB-os videókártyát gyárilag túlhúzva 1 GHz-re, egy i7 3770K processzort 4,2 GHz-en, illetve 16 GB RAM-ot. A kisebb konfiguráción médium grafikai beállítások mellett Full HD-n a minimum FPS 28, a maximum 45, illetve 38 az átlag. A nagyobb konfiguráción ugyanezeken a beállításokon egy darab videókártyával a minimum FPS 91,8, a maximum 122,1, illetve 108 az átlag. A második videókártya bekapcsolása esetén a minimum FPS 63,8, maximum 102,3 és 90,3 az átlag. Valamiféle javulás reményében lefuttattam a tesztet maximális grafikai beállítások mellett is, szóval a kisebb konfiguráción, szintén Full HD-ban, ultra beállítások mellett, élsimítással a minimum FPS 22, maximum 32, illetve 26 az átlag. A nagyobb konfiguráción egy darab videókártyával, ugyanezeken a beállításokon, a minimum FPS 59,5, a maximum 89, illetve 76 az átlag. A második videokártya bekapcsolása esetén a minimum FPS 57,3, a maximum 84, illetve 73,8 az átlag. Alapjában véve a játék futásával egyik konfiguráción sincsen probléma, viszont a kisebb gépen a játék által produkált FPS érték számomra már nem megfelelő. Azoknak pedig, akik két videókártyát használnak, azt javaslom, hogy tiltsák le a második videókártyát, ugyanis nemhogy nem javul az FPS a második videókártya bekapcsolása esetén, hanem még sajnos rosszabbodik is. Ez a teszt pedig nagyjából ennyi is lett volna, remélem elég informatív volt. Tetszett, értékeljétek, lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel. Én Redline voltam, sziasztok! Sebastian is in.